Köszöntöm a Pannon TV nézőit! A mai kincses ládánkban ellátogatunk egy biogazdálkodásba, majd megtudjuk, hogyan lesz valakiből kávés csészegyűjtő. Utána érdekes dísztárgyakat készítünk. Tartsanak velünk Oromra és Völgyesre! Orom Bácska északkeleti részén mintegy 6500 hektáron terül el. Közigazgatásilag Magyarkanizsa községhez tartozik. 2011-ben 1423-an éltek a faluban, a lakosság több mint 90%-a magyar. Orom egy nagyon kedves kis település, hány lelket számlál? Hát három településből áll ez a mi helyi közösségünk, Orom, Völgyes, valamint Újfalu. Hát össze-vissza olyan 1900 lélekszámmal vagyunk, azzal, hogy a legnagyobb Orom, aztán jön Völgyes, így a 300-350 lakossal, valamint az Újfalot, még sajnos csak egyelőre olyan 100-an van. De minden biztosítva van a településen, tehát iskola, posta, egészségház. Hát igyekeztünk az elmúlt időszak, vagy akik előttem is voltak, hogy a falunak az infrastruktúráját, valamint az intézményeket fölépítsék, és azóta is hát karba vannak tartva, és mind üzemel. Tehát van postánk, van egészségházunk, óvodánk, iskolánk, sőt Völgyesen van egy iskola, amit sajnos valószínű be fognak zárni. A boltjaink vannak, tehát azt mondhassuk, hogy a mai élethez megvannak a feltételek, amit látható volt, jó utaink vannak, benzinkutunk van, lóversenypályánk, fürdőmedencénk, tehát végső soron a közelsége a városoknak, Magyarkanizsának, valamint Szabadkának és a jó útviszonyok, valamint a vasúti közlekedés elég frekventált helyre teszi a falunkat. Tervezik a Csantavért összekötő utat is, mindegy 7 kilométerről van csak szó. Ha ez is meg lesz, akkor azt mondhatjuk, hogy majdnem, hogy a világ közepe ehhez a körülményekhez képest. Említette, hogy kilátás van arra, hogy bezárják a Völgyesi iskolát. Ez miért történhet meg? Hát ott egy 4 osztályos iskola volt, valamint óvoda is működött egy ideig. Az óvodát az már az elmúlt időszakban bezárták, hát a fő ok az, hogy nincs gyerek. Az Orom iskolában mintegy 100 tanuló jár. A település lakosai többnyire mezőgazdasággal foglalkoznak? Hát mondhatnám, hogy olyan 70% a mezőgazdasággal, a többi a környező településeken, Szabadkán, Magyarkanizsán és a különböző intézményekben. Kinek hova sikerült elhelyezkedni? Kinek hova sikerült elhelyezkedni. Most számolunk arra, hogy ha kész lesz ez a falunk határában lévő regionális depónia, akkor ott is elbírnak majd helyezkedni egy jó pára, hiszen annak a közelsége nincs 2-3 kilométer. Hát a helybeli munkáltatás az tulajdonképpen van egy varodánk, ahol főként ugye nők dolgoznak, van egy szirokfeldolgozó üzemünk, vagy ott az körülbelül 20-30-an dolgoznak, akkor egy olyan 30 ilyen különböző vállalkozásaink vannak, tehát ott is dolgoznak egy páran. Oromon szinte mindenki mezőgazdasággal foglalkozik, viszont van köztük egy olyan ember, aki nem a hagyományos módon, hanem biogazdálkodó. Hogyan jött az ötlet? Az ötlet ez már nagyon régóta, tehát mi mindig is egészséges életmóddal foglalkoztunk, eléve csak a gondolatával, az evés irányába, hogy mit tudunk egészségesebben fogyasztani. Aztán, amikor Németországból hazajöttünk, akkor belekezdtünk élesbe, tehát direkt a termelésbe is. Önök az egyetlenek, akik ilyen módon termesztenek. Milyen típusú élelmiszereket, tehát mikkel találkozhatunk önöknél?
élelmiszer irányba legfőképp a magvak, tehát a különféle babok, olajos magvak, és akkor teák, fűszerek, tehát a gyógynövény irányzat az, ami a mi témánk jobban, fűszerek, tehát különlegességek. Mennyiben különbözik, mennyivel nehezebb biogazdálkodónak lenni? Hát a biogazdálkodásban a kézi munka legfőképp, ami problémás, ugye, ami sok a kapálás, a fizikai munka, úgymond a gyomnövények ritkítása, tehát nem teljes kiirtása, hanem lényeg az, hogy ne tengjen túl a dolog, és akkor itt vannak ami nehézségek, ami költségeket csinál. Ugye biogazdálkodásról szerintem így alapban mindenki tudja, hogy vegyszermentes. Így van. Hogyan tudják mégis megoldani azt, hogy a kórokozók, károkozók ne tegyenek kárt a termésbe? Ez egy olyan dolog, hogy ez nem azt jelenti, hogy a biotermelő nem permetéz, nem hogy használ semmilyen szereket, de nem szintetikus szereket, és akkor így vannak növényi kivonatok, amiket lehet használni, és elég jó, meg lehet oldani. Ugyanúgy a kén, réz irányzat az ugyanúgy használható, és akkor itt ez elég jó. És a bionövények azok általában jobb az ellenálló képességük, nincs annyi probléma velük. Mögöttünk van egy nagyon szép parcella, ebben fűszernövények vannak, ha jól látom. Hát fűszernövények, tea növények, cickafarktól kezdve oregano, izsó, bzsája, kakukkfű, így ismerkedjünk sorba. Meg velük közelebbről. Jó. Cickafarkkal indítottunk, azután igen, megismerkedtünk az oregánóval végre így eredeti formájában, nem csak szárítva és a pizzán. Most pedig ez az izsóbb. Az izsóbba így van. Vagyunk. Mire jó az izsóbb? Hát általában ilyen köhögéses problémákra, ez is gyulladásgátló, tisztító hatású, egy jó tea növény, tehát jó ízt is ad a teáknak keverve másik teákkal, melyik nem, esetleg nem annyira ízletés, és akkor... Mekkora keresletje van a bionövényeknek? Egyáltalán a biotermelés az egy növekvő ágazat, amit 10-20%-at mondanak a szakemberek, hogy növekedések vannak, és akkor tehát világszerte lehet róla beszélni, hogy kereslet van rá. Tehát Vajdaság, Szerbia szintről is lenne kereslet külföldre, csak hát nincs annyi termelő. Mi minden van még a területen? Hát itten tovább a zsája, hogyha tovább megyünk, aztán van a kakukkfű, tehát van tea kakukkfű, igen, és akkor aztán van fűszer kakukkfű. Tehát mi a különbség a kettő közt? Az egyik erősebb, aromájú, a másik pedig ízletesebb. Tehát az egyik az a vad kakukkfű a teának, és akkor a mondjuk rá úgy külön erre kitermesztett a fűszer kakukkfű. Betakarítás után, ahhoz, hogy kikerüljön a polcokra a finomság, a teja és a fűszernövény, még egy állapoton át kell, hogy essen, még egy procedúrán, ez a szárítás. Így van. Mettől meddig tart a szárítás egész évben a betakarításnál? Hát nagyjából lehet azt mondani, hogyha jó az év, akkor május elejétől a csalánnal kezdjük, és akkor aztán valahol a októberben is szárítunk, még hogyha olyan az idő, ha nincsenek fagyok, akkor menta citrom fűszedésével szoktuk általában fejezni. És akkor megmutassuk, hogy itten dolgozunk bent. Jó munkát! Itt jó kellemes, nem fáznak. Tehát így néz ki egy fehér májva, még földolgozás előtt, ugye? Ugye, ami a földben van, ami... Így van. És ennek csak a gyökerét? Hát a javát, a nagyját daraboljuk le, a többi az megy komposztba, visszadolgozzuk a földbe. A körforgás. Így van. Nem is szellőztetünk tovább. Jó. Azért ahhoz, hogy működjön egy szárító, ahhoz azt működtetni is kell. Így van. És akkor régebbi szárítóknak az a hátránya, hogy éjszaka is tüzelni kell bele. Enni itten meg, hogyha meg van töltve,
akkor nincs ilyen probléma, mivel az automata, tehát hőfok beállítva, és akkor saját magát működteti, azt lehet mondani, mivel hogy... Tehát gyakorlatilag amelyik fűszer növényhez amekkora hőmérséklet kell, automatikusan beállítják. Így van. És akkor nincs vele gond. Pontosan, tehát itten, hogyha mostan én beállítom egy kicsit melegebbre, akkor elindul a... a fújtatója, mind a kovács műhelybe a fújtató, és akkor adja a levegőt neki, hogy jobban égjen. Mostan fa van rajta, mivel ezt csak úgy manuálisan tüzeljük, de viszont a tartályban ottan van megymag, hogyha egész nap, egész éjszaka menni kell a szárítónak, akkor üzemeltetjük megymag, szilvamag. Ahogy főforraljuk az asszonyokat, visszaveszem a hőmérsékletet. Útban ide láttam több helyen madáretetőt. Ez is hozzátartozik a biogazdálkodáshoz? Tehát így a természet irányában még jobban figyelnek? Persze, a biotermelőknek nagyon fontos a természet, mivel hogy csak annak a segítségével lehet termelni. Tehát ugyanúgy a károkozókat a madarak is rengeteget elfogyasztanak, meg hát azért a természetvédelem mindenkinek egy téma kellene, hogy legyen, nem csak nekünk biotermelőknek. Ugyanúgy a méhészettel is foglalkozunk, mivel hogy a terményeknek a beporzása, és így saját mézünk van. És a virágok adottak kint. Így van, így van. Az oromiak és környékbeliek nyáron szép időben egy ilyen szép medencére járhatnak kikapcsolódni, ami most zárva van. Orom nem nagy település, de annál nagyobb művelődési élet zajlik benne. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület mióta létezik? A Művelődési Egyesület 1952 óta létezik, tehát már egy nagyon régi egyesület, és egy olvasókör alakult itt meg legelőször, és azóta aktívan működő egyesület. És az egyesületen belül milyen szakcsoportok vannak? Különböző szakosztályok működnek, az egyik a kézimunka szakosztály, akkor vannak kis báb csoportunk, a Ciróka báb csoport, van népdalkórusa, van a kézimunkázóink, akit már ugye említettem, akkor a népdalkórushoz most kapcsolódtak a gyerekek, megpróbáljuk, hogy együtt énekeljenek az idősebb generációval, hogy utána, amikor már megidősödik teljesen a csoport, akkor átvegyék a szerepüket. Akkor gyakorlatilag a település apraja nagyja itt van együtt és alkotnak. Így van. Hát ez a könyvtár és a kultúrotthon, ez helyet ad mindenkinek. Minden héten vannak rendszeresen próbák, tavasszal szervezzük majd a kézimunka kiállítást, amit közösen szoktunk együtt a kézművesekkel megszervezni, és egész évben igazodunk az oktatási intézményeknek az elvárásaihoz, és akkor megpróbálunk olyan rendezvényeket, olyan aktivitásokat szervezni, hogy apraja nagyja kivegye belőle. Gyerekek mennyire aktívak? Aktívnak mondhatóak. Az iskolában igazából most jelen pillanatban körülbelül 100 tanuló van, tehát nem igazán nagyon sok a tanulók száma, de megtalálja mindenki magának az érdeklődési körét, és akkor jönnek és dolgoznak. És ha már a munkánál tartunk és a kézműveseknél tartottuk, akkor betekintünk egy picit az ő munkájukba is. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Csodás alkotásokkal készült. Igen. És ha látom, akkor hullahopp virágokat készít. Így van.
nem sűrűn találkozunk ma már ilyennel. Nem. Hát őszintén megmondva nem igen, mert próbáltam én is utána nézni, hogy hányan vajon készítenek ilyen hasonlót, és nagyon, tényleg nagyon ritka. Gondolom Csantavér Orom és ezeken a településeken szinte ketten vagyunk, akik aktívan dolgozunk ezen a kézi munkán. 2009 óta foglalkozom vele, akkor kezdtem el az egészet készíteni csak úgy hobbiból. De honnan tudtál elsajátítani egyáltalán az alapokat? Az alapokat az internetre igazság szerint. Az első munkáim nem lettek valami nagyon szépek. Párom is ugye észrevette, hogy hát egy kicsikét nem úgy néz ki, ahogy gondoltam, hogy sikerülni fog. Édesanyám készítette valamikor régen, és próbálgattam igen, hogy egy kicsikét az ő hobbiát utánozni, és nagyon gyorsan hozzászoktam, és szinte nincs olyan pillanat, hogy valamit ne vegyek a kezembe, és akkor ne készítsek valamit. De egyébként nem csak virágokkal, és nem csak hula-hop virágokkal foglalkozik, hanem gyönyörű kosarakat így is van. Font. Hát ezeket talán még jobb kedvel, és jobb hozzáállással készítem, ugyanis ehhez valahogy jobban van kedvem. De most egyelőre itt más tartok. Technika. Igen, persze, ez mind papírból készül, papír kosarak. Hogy és aztán a festéket, ahogy rá. Igen, és a festék rákerül, és aztán ennyire így megszilárdulnak, hogy egyáltalán nem milyen stabilitás. Csalókás, meg voltam győződve róla, hogy a hagyományos. Ugyanúgy így a kis ketrecek is, hát ez most egy olyan miniatűr darab, de vannak ugye, vagy voltak egész nagy darabokban, és hát most így ezekhez hozzáálltam. És most virág készül. És most egy virágot próbálok majd így riprokra elkészíteni. Akkor jó munkát kívánok hozzá. Köszönöm, ha már szépen. Papírnál tartunk, mellettünk másik papírtechnika. Nem egy hétköznapi technikával dolgozik. Hát igen, ez a quilling technika, magyarul papírcsík technika, ez egy körülbelül olyan 3 éves szerelem. Erre nem igazán csinálja ezt a technikát senki, nem tudok róla. 3 év alatt ilyen szintre kifejlesztheti magát az ember? Így van, még hamarabb meg volt ez. Jövök tanulni. Nagyon hogyan szép. Kell neki kezdeni egyáltalán? Tehát mik az alapok, amiket meg kell tanulni ahhoz, hogy mondjuk egy ehhez ilyen a, kisebb képet elkészítsünk? Ehhez a technikához papír kell, jó papír, lehetőleg olyan, ami kicsit emlékezik a hajtásra, amit csinálok vele. De viszont ne legyen olyan kemény, mint mondjuk a karton hammer, mert akkor az még nem rúgja ki magát. Tehát szükség van arra, hogy azért igen, felvegye a formát. Ha megfogja, van ennek egy kis... kicsit csúszós, igen. Fénye van, lehet belőle nyugodtan ékszereket készíteni, bármit tulajdonképpen, és elég szívós. És gyakorlatilag egy sorozatot is lehet készíteni, mert nekem lehet, nagyon, igen, nagyon ez a hasonlít a kettő. Igen, ez annak a folytatása lesz. Ez 3D-s. Igen. A quilling technika az mind háromdimenziós, kijön, tehát a síkból kiemelkedik, lehet több emeletet is egymásra rakni. Hogyan kell neki kezdeni? Tehát egy mintát például. Például mondjuk rá, én hurkapálcával dolgozok. A hurkapálca mindenhol beszerezhető, elég olcsó, de van hozzá technika, ami nekem nincs tulajdonképpen. És a papírcsíkot egyszerűen föltekerem rá. Az a lényeg, hogy ahogy tekerem, se ne álljak meg, hanem folyamatosan. Ahol megállok, a papírot emlékezni fog arra, ahol én megálltam, és nem olyan lesz. Tehát folyamatosan fel kell tekerni, minél gyorsabban, és amikor föltekertem, akkor szét kell engedni. És megmaradt. Igen, és megjön, aztán összeragasztom, és körülbelül egyforma karikákra kell. Na most készíteni. Ez már össze van ragasztva. Tettem közé egy ilyen pirosat, a piros az kisebb, ezt csak megnyomom, lesz belőle egy ilyen lapos. Elébe teszek egyet, mögéje teszek egyet, ez lesz egy idom, ha nem csúszik szét ezen a... de nem csúszik szét. És ez egy igen sűrű, kicsit megnyomom, aztán megragasztom, és mivel ez még nem ragad meg teljesen, akkor van erre. Kell egy kis szünetet tartani. Hát
akár azt is, de kitalálták ezt a jó kis minder kapcsokat, és akkor ezzel meg szoktam csíptetni kicsit addig, amíg a ragasztó meg nem tartja. És akkor innentől kezdve már csak a kreativitás. Ez az elem lesz belőle. Kreativitás az, ami határt szab. Említette az ékszereket, de ékszert nem csak papírból lehet készíteni, hanem gyönyörű gyöngyökből is. Nem tudnám eldönteni, melyiket a nehezebb, quilling technikával készíteni ékszert, vagy gyöngyöt fűzni, bár mondjuk ez utóbbi egy picit ismerősebb, hiszen már gyerekkorunkban is tanulgattuk. Mégis mennyi idő az, hogy valaki egy gyönyörű ékszert készítsen? Hát itt is több év tapasztalata és szorgalma és kitartása kell hozzá, hogy már valamire hasonlítson a dolog. Én már 7 éve próbálgatom, fejlesztem, de még mindig van mit tanulni. Mindig ezt úgy érzem, én nem mondanám meg. Hogy még mindig tudnám továbbfejleszteni. És van, akinek továbbadja ezt a tudást? Igen. A lányom is, ő is foglalkozik vele. Ő már ilyen figurákkal be tud segíteni. Most látom, hogy gyönyörű gyöngy ékszert hord. Ez úgy megszokott, hogy aki ezt készíti, az azt is hordja? Vannak kedvencek, és attól nem is válunk meg. Azért volt példa, hogy a nyakamból kérték el, olyan is volt. Ugye a gyöngy az adott, de mire kerül fel? Mi annak idején gyerekkorunkban damira fűztük, mert az olyan stabil. Ékszerfüggő, itt nem mindegy, hogy minek valamelyik ékszernek tartása kell, hogy legyen, az damira tesszük. Van, amelyiknek szép lágy esése kell, hogy legyen, az kerül cernára, és vannak, amik merevítő drót segítségével tudjuk alaktartóan. Tehát ő azért lesz ilyen kerek, mert igen, egy teljesen más anyag tartja, úgymond. Igen, igen. Neki van. Melyiket a nehezebb? Tehát ezt a sima alakzatot, vagy ami körbe megy? Más technika. Úgyhogy mindegyiknek megvan a varázsa, hol ilyet csinálunk, hol olyat. Nem olyan unalmas, egyhangú a dolog. És említette, hogy a lánya az inkább a figurákat, igen, és itt is látok gyönyörű szép angyalkákat. Igen, ők kimondottam, ők dróton vannak. Tehát ők már dróton. Ők dróton, igen. És mennyi idő egy ilyen kis angyalkák készítése? Egy másfél óra. Azoknak, akik értenek hozzá, nekem ez így egy hétig tartana szerintem. De nem csak az ilyen gyönyörű alkotások elkészítésében ügyesek az itteniek, hanem nagyon finom rétest is készítenek. Koromon ünnepi étel és ünnepekkor készítik el a rétest, de hogy hogyan is készül és milyen kevesen értenek már ehhez itt a településen, ez mindjárt kiderül. Hogyan kell készíteni az ünnepi rétest? Hát meg kell mondani, hogy időigényes, azért is csinálják kevesen. Először is veszünk lisztet, és ezt átszitáljuk. Milyen lisztet kell használni, mert manapság már az sem mindegy. Hát nem, ehhez nem mindegy. És ez sima liszt, sima kalács liszt. Említette, hogy időigényes. Igen. Mennyi időt vesz ez igénybe? Hát egy ilyen adag körülbelül 4 óra hosszáig tart, mire ehető az asztalra kerül. Mire az asztalra? Igen. És most veszünk hozzá egy kis zsiradékot. Rögtön bele a lisztbe, és egy kicsit kidörgöljük ki simára. Hát ezt körülbelül. Igen. Hányan készítik a faluban? Hányan tudják még elkészíteni? Hát még rajtam kívül 2-3-an. Lehet, hogy kicsit többen, akik kizárólag a család számára. Ugyanis valamikor is, és még most is felkérnek, hogy lakodalmakra készítsek házi rétest. Hogyha valaki a Varázsfalatok Egyesületbe eljön, akkor meg tudja tanulni öntől? Hát meg tudhatná tanulni,
de mi a Varázsfalatok Egyesület keretében sütifőzi tábort szoktunk nyáron rendezni, és a gyerekekkel főzünk, sütünk, amit ilyen házias, meg ilyen tisztaféle ételeket. Hát ezt nem mertem volna fölvállalni, mert ekkora türelmük nincs is, igen, meg kicsik is hozzá. Mióta létezik ez az egyesület? Hát mi 2011-ben alapultunk. Tulajdonképpen 2010-ben alakult egy másik egyesület, ez egy kézműves egyesület, és ott, mikor mi tábort szerveztünk, nem tudtunk, hogy pályázott útján anyagi javakhoz jutni, mert az étkeztetésre nem volt lehetőség. És akkor alakult az, hogy mi jött föl, hogy akkor alapítsunk egy gasztro egyesületet, és akkor tudunk a különböző szakcsoportoknak vagy egyesületeknek így segíteni. Közben ugye az egyesületnek egy másik tagja is szorgoskodik, valami finomat készít a háttérben. Igen, ő most készíti, teszi fel a levest, csontlevest fogunk főzni, és majd a rétes, amikor kisül, akkor meg ilyen házias hurka, kolbász, pörkölt káposzta. Krumpli. El lesz kényeztetve. Milyen sűrűn szerveznek ilyen táborokat a gyerekek? Hát évente egyszer nyáron. Nem. És akkor egyszerre maximum 10 gyereket tudunk, és 11 év fölöttieket. Tehát akik már tudnak a késsel venni. Hát egy része úgy akkor tanulja még igazán, mert csak enni használják tulajdonképpen, se alma hámozásra, se zöldségféléket nem igazán kerül rá otthon sor, mert ugye a szülők addigra, mire hazérnek az iskolából, megfőznek, vagy a nagyszülők. Meddig vagy kell ezt így dörgölni? Hát majd körülbelül most már jó lesz. Ezt honnan tudja? Hát érezni lehet. Amikor így végig simítja, akkor nincsenek már kis pici putyúk, hanem elsímul az a zsiradéka. Na most csinálunk a közepébe egy kis mélyedést, és beleütünk egy tojást. Egy tojást, és fogjuk azt, amit én elkészítettem, ide langyos vizet. Egyszer kerül a tésztára? Igen. És ez milyen lesz ritkább, vagy rétegesebb. A hájas kiplikbe is szoktak tenni. Igen. És egy kicsi-kicsi sót fogunk még bele a vízbe zavarni, a vízbe. És azt úgy elkavarjuk. Önt nekem ide? Öntöm, maga mondja, hogy mennyit. Jó lesz. Hát körülbelül egy felét kiönthetik. Úr. Na most majd egy kicsit megdolgozzuk. És nem fog érződni a tésztán utána az ecet? Nem, az ecet is, de ha valamit ételbe alkoholt teszünk, bort, likőr, az mind a hűhatására eltávolod, viszont az íze az megmarad. Jó. Egy kellemesen gyúrható tésztát fogunk kapni, se nem keményet, se nem lágyat. Ez is tapasztalat kérdése. A megpihent, megdagasztott tésztánkat most kiemeljük. És valóban semmi nem maradt az edénybe. És ennek így kell akkor, hogy igen, hozzá, így kell, hogy tiszta. Igen. Így, és látszanak a hólyagok. Az a lényeg, hogy ilyen ritka legyen. Négy egyforma részre. Négy egyforma részre, cipókat formálunk belőle, és ez volt az első, ugye. Még utána is bírunk korrigálni tulajdonképpen. Még kettőbe elvágjuk. Tehát ezt még megfelezzük. Igen, még megfelezzük, körülbelül egyforma részekre. Így, és ezt a műveletet négyszer meg szoktam ismételni. Legalább. Négyszer meg kell ismételni. Tehát négyszer gömbölyük? Igen. És ez lesz a pálya. Tehát itt már megpihent a tészta, át volt gyúrva, kis gombócok is. Igen. És itt megnyújtjuk, hólyagokat lehet látni. Mi ezt vastagra kell elnyújtani, vagy végtagra? Hát gondolom szerint, ha tovább akarjuk pihentetni, kicsit vastagabbra hagyjuk, ha nem akarunk annyi, de legalább egy óra hosszát pihennie kell. Körülbelül így, hogy egy kis szabályos palacsintavadságú kört kapjunk.
és azt eltesszük ide, mert pihenni. Egy pihenni, és ezzel a habosra vág zsírral megkenjük. Hájjal pontosabban. Háj zsírral, igen. Amit úgy néz ki, mintha ilyen finom krém lenne. És a párját rátesszük. Szintén megkenjük. Tehát a teteje is kap. A teteje is kap, igen. Ugye ahogy pihen, ne száradjon meg, ne legyen. Ne repedezzen aztán, amikor elkezdjük nyújtani. Elérkeztünk akkor az utolsó fázishoz. Igen. Ami pedig a nyújtás. A nyújtás következik, a megpihent tésztát. Első számú tészta. Igen, az első. Ez egy picit olyan pizzás mozdulat volt. Igen, olyasmi, és akkor óvatosan haladunk sorba, körbe, és megpróbáljuk kinyújtani úgy, hogy ne szakadjon. Akkor ez egy ilyen egyszemélyes feladat, akkor jó munkát kívánok hozzá. Kiállok az útból. Köszönöm. A mákos tölteléket. Lerakjuk. Jó, csak úgy rá egy kevés. Igen, nem sok. Szerint, aki ahogy szereti, és a másik felébe teszünk diót. Ugye ezek azok, amiket az imént mi ledaráltunk. Igen, és most használjuk föl. Így van, és erre ebbe van vaníliás cukor, cukor, és most még rákerül a mazsola. Van, amikor nekem is gurul, de nem nagyon szeretem, ha gurul, mert én így gurul, akkor kerek. Igen. Így pedig az a lapos formát marad egy kis leveg, és akkor szépen sül utána. A mákos diósat körülbelül 25 percig, 30-ig kell sütni. Ami almás, meggyes, tökös. Tehát ami leveterez. Igen, azt még legalább 30 percig, illetve a túrósat, ha gyenge az áram, akkor még tovább. Elkészítése. Feldörzsöljük a lisztet diónagyságnyi zsírral, beleütünk egy tojást és a langyos vízzel összedolgozzuk. Miután összeállt a tészta, alulról 3-4-szer fel kell verni. Hólyagos, sejmes tésztát kell kapni. Pihentetés után lisztezett deszkán 4 egyforma méretű gombócot gyúrunk, majd azokat is megfelezzük. 10 percnyi pihentetés után palacsinta nagyságúra nyújtjuk. Lekenjük előre kikavart, olvasztott hájjal, majd ráhelyezzük a párját és azt is lekenjük vékonyan. Legalább 1 órán át pihentetjük, majd asztalterítővel letakart asztalon óvatosan szétnyújtjuk. Olvasztott zsírral meglocsoljuk a tetejét, belerakjuk a tölteléket és felhajtjuk. A tetejét enyhén lezsírozzuk, előmelegített forró sütőben 25-30 percig sütjük, hidegen szeljük. A tanyavilág értékeit gyűjtötték egy csokorba, ezt tekintjük most meg a tájházban. Honnan vannak ezek az értékek? Említettem, hogy a környező tanyákról származnak, ez így van? Ez így van, nagyon igyekeztünk, hogy a legközelebbi, tehát csak is Orom területéről kerüljönek ide, esetleg Kanizsáról, mivel az oromiaknak a kanizsa a gyökerük, úgymond. Hát a hagyományosan berendezett a szoba, a
Jézus szíve, Mária szíve, kereszt. Az asztalon az asszony, tehát a ház asszonya hazajött a templomból, letette a kendőt, a pénztárcája 1939-ből, a zsebkendője, az imakönyve, az olvasó, a szemüveg, tehát ez abból az egy belépésből származik. És a nagymamám táskája? Nagymama táskája, a tulipános láda egy kicsit kilóg a mi vidékünkről. De a színe miatt? Vagy azért, mert itt nem volt jellemző a tulipános láda? A színe miatt, igen. Miatt. A szekrény 100 évet betöltötte, 1914-ben volt hozománya egy mennyasszonynak. A fiú ruhája ez eredeti, teljesen a mellény is, a csizma is, a nadrág is, úgyhogy hát a lány az azért érdekes, azért hagytuk meg a lány ruhát, mert ezt egy nagyon kedves tanítónéni, a falu tanítónénije, de csak a férje volt tanító, ő meg egy műkedvelő néni volt, és ezt 1941-42-ben, amikor nem lehetett anyagot vásárolni, ő csinált magyar ruhát, hogy az itteniek magyar ruhába lépjenek föl. Itt a patka, a gyereksarok, ugye akkor felosztották a szobát, igen, hogy az asztalhoz a gyerek az nem nagyon ült patkára. Sőt, az asszony is itt ült és itt rokkán font a szobában. És hát még a gyereknek a nagy érték a kisbaba szoba, az ágyjal, a székkel, asztallal. Baba bútor, igen. Erzsi néni, ez mi? Hát ez a flipper. Ő se talán, de különben ez még mai napig működik, ha... Soha nem láttam még ilyet. Hát ez műanyagból van manapság, most. Igen, de és hát, sokkal kisebb, és hát ez a rugó olyan nehéz, hogy meg se tudom. Meg se lehet, pedig érdekes lett volna előni. Be is rozsdásodott egy kicsit lehetséges, de a gyerekek meg szokták próbálni, amikor jönnek. Igen, minden van. Itt a lúdgégek tészta készítés. Igen. Tehát vágunk a tésztából ilyen kis lapocskát, és akkor ezt feltekerjük. Lapocskát is föltekerjük, és hát egy érdekességre szeretném fölhívni a figyelmet, mert erre az edényre. Ezt azt mondták nekem, hogy ez fincsa. Fincsa, igen. Azt mondták, ez 3 darabból állt, így rákötöttek madzagot, és ebbe vittek ételt a gyermek ágyas asszonynak. Akkor mehetünk is a kamrába. Vagyis hát ez már tulajdonképpen itt a mindenes, mert nincs annyi helyünk, hogy nagyon tudjuk szoltírozni, hogy pontosan oda. Hát ez ülőkád. Ülőkád. Igen, ez általában betegek, igen, vettek ülőfürdőt, ugye, és akkor hát ez az. Mosógépet mutassuk már meg. Hát ez egy kicsit hiányos mosógép, de el lehet képzelni, hogy ez itt fölfüggesztett állapotban, igen, volt, és ennek volt 2 ilyen fedele. Tehát és bezáródott a dob. Bezáródott, hogy nem locsogott ki a víz, és a házi asszony, vagy akit oda állítottak, ez ilyen mozdulatokkal, itt voltak a ruhák, és hát ez lehet, hogy nagyon sokáig kellett, mire tiszta lett, de ez egy nagyon érdekes darab, ez a véka. Ez nagyon kevés helyen van, a környékbeli tájházakban szinte nincs. Ezzel mérték a buzát, tehát szemes dolgokat, és az aranyat. Tehát innen, hogy 1 véka arany, 2 véka arany, fél vagy 3 véka búza. Ez pedig jég, jaj. A jég aku, ebbe, ha valakinek vakbélgyulladása volt, elrakták jéggel, jaj, és akkor a megfelelő, jaj, helyre tették. Na hát ez is ritkaság szerintem. Ez is elég ritkaság, viaszkos vászon.
Ez a kávé pörkölő, ez is innen származik koromról, kés csoda. Tanyáról? Az iskolából. Ó! Ebbe így teszik bele a... Ezt megfogom addig. Jó. A kávét oda, szemes kávét bele. Ezt ráteszik a sporthetre, a karikákat leszedik, és ezt ráteszik. Egyik kézzel tartsa, a másikkal meg pörgeti, hogy egyformán... Egyformán piruljon. Közben ez rajta van a tetején, hogy az aroma ne illanjon ki. Így van. Nagyon szép gyűjteményük van Erzsini, de én úgy hallottam, hogy magának van még egy különleges gyűjteménye is. Abba betekintést kapunk? Igen, aztán majd el fogunk menni. Nagyon oda szépen is. Köszönöm. Ez az a gyűjtemény, az érdekesség, amit szeretett volna még megmutatni nekünk. Hát lenyűgöző. Hány csészéje van Erzsininek? Hát pontosan nem tudom, csésze 999 vagy 1001. Plusz-minusz pár. Plusz-minusz. Kizárólag a csészék, és ez mindegyik más. Tehát nincs két egyforma. Két egyforma nincsen. Ez hogy jött úgy, hogy nagyon szeret kávézni, és úgy kezdte el gyűjtögetni, vagy hogy jött ez az ötlet? Hát kávézni is nagyon szeretek, és mire nyugdíjas lettem, valahogy helyem is lett ezen a falon, egy üres hely, mit tegyek ide? Hát egy kis polcot, ami nem drága, arra ugyan mit tegyek, amit nem akarok vásárolni. De már hát, van itthon. Van itthon, meg kell mutatni. Új csésze, de már nem használjuk, mert túl kicsi, és akkor hát ide raktam. És akkor jöttek a szomszédok, ó, hát nekik is van ilyen szép kis csésze, ők se használják, tegyük ide. Jött a barátnőm, ó, hát neki is van. És akkor így végül már egy kicsit el is szemtelenedtem, hogy a rokonoktól kértem. Nem is vásárolt eddig még egyet sem, hanem mindet úgy kapta? Hát aztán jött a kapzsiság, és vásároltam. Nem mondhatom, hogy újakat, inkább ilyen bolhapiaci kis böngészés, ami hát nagyon-nagyon jó dolog, mert nem kell egész garnitúrát megvásárolni, csak egyet-kettőt. Na, de most, hogyha kettő van, akkor azt el lehet cserélni? Van-e hát rá mód? Egy-két kedves ismerősem van, aki kicsibe gyűjtögeti a szebbeket, nem úgy, mint én, hogy bármelyiket. Emlékszik-e még, hogy melyik volt a legelső csészéje? Hát a legelső csészém, az 18 éves koromban kaptam először csészét, és mégis tudom mondani, egy nagyon-nagyon picike, amit hát nem használtam már. Jaj, mint a régi babaházakban. Mind a régi babaházakban, ilyen picike, és hát ezt akkor se használtuk. Mi az, amihez különleges történet kötődik, ami érdekes az ön számára, és úgy szívesen elmondja másoknak is? Hát még a gyűjtés kezdéséhez tartozik, hogy nem akartam, vagy nem gondoltam a tányérokra, csak kizárólag csészére. És akkor az egyik ismerősem adott egy komplettot, tányérral együtt. És ez egy négyszögletes tányér, ami nem mindennapi. Hű, hát ha ez ilyen szép, akkor tegyük azt is valahogy a polcra, és akkor így alakult ki, hogy most már tányérok is vannak. Kedvencem a szinte a Sisi, a legkedvesebb, Erzsébet királyné. Bécsből származik a csésze, nem túl régi, kizárólag ilyen turisztikai vásárlás. Szuvenírnak készítik. Honnan származnak még csészék? Hát Görögországból a nyaralók, az ismerősök hoznak egy néhányat. Ja, Görögországból, hát Magyarországról, ugye ez Hollóháza, ugye, akkor van Lengyelországból is, van kínai, természetesen itt vásároltuk, de kínai származású, és régi, nem a mostani, hanem talán még a háború előtti. És mi az érdekessége neki? Van valami? Ennek az az érdekessége, hogy ha belenézünk világos felé, igen, akkor egy női fejet látunk. Ez a
az érdekessége. Hát ez a csésze is nagyon érdekes. Ukrajnában voltunk, és én nem tudtam, hogy Ukrajnában van Európa földrajzi közepe. Kárpátalján. Igen. És akkor ez a csésze őrzi ennek az emlékműnek a közelébe van szuvenír volt, és ott vásároltam, úgyhogy ez olyan nagyon meglepetés volt, hogy ez egykor ugye magyar terület volt, igen, és Európa közepe is akkor Magyarországon volt. A régi szélmalom képét nézve, hát már csak a körvonalai hasonlítanak az eredeti állapothoz. Pósa Mária írta ezt a könyvet. Milyen érdekességekre futott rá, amikor gyűjtötte az anyagokat? Hát elég hosszan visszamentünk a történetbe, de mondjuk egy érdekes momentum volt éppen ennek a szélmalomnak az építése. Még sikerült beszélnem a szélmalom építőnek az unokájával, aki azóta már meghalt, és ő nagyon részletesen elmesélte, hogyan épült a szélmalom. A 1869-ben mondta ő, hogy építette a nagyapja, Kovács Lukácsnak hívták, és kihangsúlyozta, hogy Bajusz Kovács Lukács, mert sok kovács van a vidéken, és hogy nehogy összetéveszik bármelyikkel is. És ő azt is kihangsúlyozta, hogy családi vállalkozásként építették ezt a szélmalmot, maguk égették hozzá a mezei téglát. A tanyájuk nem itt volt, hanem a mai templom magasságában, és akik ott építkeztek, azok tanúsítják is, hogy ott igenis van olyan, megvannak az égető kemencének a nyomai. Viszont nem ez az egy szélmalom volt, hanem sokkal több, csak ez maradt fel. Nem ez az egy szélmalom volt, ez volt az első. Még ezen kívül legalább 11 szélmalmot beazonosítottunk, de körvonalazódik még másik is. Itt ezzel Srégan átelemben is volt egy szélmalom. Annak nem tudjuk az építetőjét. A századfordulón a mai leszármazottak elődje azt vásárolta, az Vajda szélmalom volt. Ennek az útnak a végén is volt egy szélmalom, azt Nagy Péter építette, azt tudja, annak itt élnek a leszármazottai, de ők se tudják pont mikor, az 1880-as években épült az a szélmalom, és az 42-ben dőlt össze, az valószínűleg vályokból épített szélmalom volt, mert a 42-es év az nagyon vizes év volt, sok hóval. Gyakorlatilag ezért maradhatott fenn ez az egy, mert teljesen más építőanyagból van, mint hát a többi volt? Nem föltétlenül szükséges, túlhaladt a szélmalmokon az idő a 40-es évekre, de már hamarabb is, de a 40-es évekre igen, és volt, aki saját maga lebontotta, és helyette darállót. Másra fordította az anyagot. Ezt az egy malmot sikerült megőrizni az utókornak. Jó időben itt zajlik az élet, úgyhogy még visszatérünk. Tanyavilágra annak idején az volt jellemző, hogy sok gyerek született egy családba, viszont ezeknek a gyerekeknek ugye iskolába kellett járniuk. Ezt hogyan oldották meg? Hát kezdetben magániskolákkal. De hogy egyre több lett a gyerek, és egyre
igényesebb lett a lakosság, akkor jöttek, akkor kezdték építeni a tanyai iskolákat. Orom területén az első tanyai iskola éppen itt van, ahol állunk, ezt 1892-93-ban építette a kanizsai katolikus hitközség. És a következő 10 évben még 3 tanyai iskola épült kint Szanaszét a határban, amelyek közül már így sem áll csak ez az egy, de azok nem is szilárd anyagból épültek, hanem nagyméretű mezei téglából. És ezekre az iskolákra az volt a jellemző, hogy egy tanító tanított bennük. Az iskolák olyan szerkezettel voltak, hogy az egyik felén volt a tanítólakás, a másik felén még egy nagy tanterem, amiben minden osztállyal foglalkoztak, tehát osztatlan tagozaton folyt a tanítás. Negyedikig. Volt, amikor volt 6 osztály, volt, amikor 5, ahogy ez mikor, változó, hogy? Mikor, hogy ez változó volt. És néha olyan nagy szám, például volt olyan iskola, hogy olyan nagy volt a gyerek létszám, hogy még a tanítólakásban is tanítás volt. Például a Völgyesi iskolában 1913 vagy 14-ből őriznek egy fényképet, amelyiken egyetlen tanítóra 160 gyerek van. Ez szép. Ez hát, nagyon szép szám. Szerintem most beletörne a bicskája hát, mindegyik tanítónak a feladatba. Hát igen. Sétáljunk tovább még a településen. Következő állomásunk lett a vasútállomás, ahol mondhatni várhatjuk a vonatot. Miért fontos ez az itteniek életében, ez az állomás? Hát az állomás azért fontos az itteniek életében, mert az iskola mellette ez a másik pont, ami elősegítette magának a falunak a kialakulását. 1889-re lett kész, Szabadka-Zenta reláción fekszik, és ennek a vasúti állomásnak azért lett nagyobb jelentősége, és végül is ennek köszönheti Orrom a térségben vezető szerepét, hogy itt alkalmas volt a terep arra, hogy kitérők épüljenek, és akkor így a térség lakossága be tudott kapcsolódni a világ gazdasági érverésébe. Erre még van is egy igaz történet, ha igaz, de valószínűleg igaz, az a nagyapámról szól, aki éppen akkor volt a századfordulón, a 19.-20. század fordulóján volt ereje terjében, ő földműveléssel foglalkozott, anyán lakott, de az mellett végezett disznófölvásárlást is, és elég gyakran Bécsig vitte a disznókat. Szükség és volt a szállításra. És ennek még egy az a hátulütője, hogy néha Budapesten az árát elmulatta. Mi pedig akkor most várjuk a vonatot. Várjuk, mindjárt itt lesz. Ebben a tanyavilágban eredetileg csak Oromon terveztek vasúti megállót, igen, vagy állomást építeni, de alig 4 kilométerre innen van egy másik falu, ami egyszerre kicsit később indult fejlődésnek talán, mint Orom, de hirtelen megugrott. Üzlet nyílt, szatócsbolt nyílt, piacok lettek, és a lakosság hiányát érezte, hogy ott legyen legalább egy vasúti megálló, és 1905-re kikövetelte magának, hogy végül lett egy ideiglenes vasúti megálló, mert ott eredetileg csak a 8-as számú űrház épült meg, és ahogy aztán ugye megkapták, hogy ott legyen megálló, aztán még várótermet is építettek saját költségükön mellé, és mivel saját költségükön építették, ennek a legfőbb, legnagyobb hordozó egy Dukai János nevű nagy gazda volt, de eredetileg úgy tervezték, hogy azt a megállót majd Dukai Majornak fogják hívni, ezt jegyzőkönyvek, községi jegyzőkönyvek tanúsítják, de aztán végül a megyei alispáni hivatal rendeletével Völgyes lett a megálló neve, és ezért aztán maga a falu is
Völgyes nevet kapta. Akkor most megnézzük ezt a Völgyesi megállót. Jó. Völgyes, Orom és Tótfalu között található, mintegy 4 kilométerre Oromtól. Szinte színtiszta magyar település. A legutóbbi népszámláláskor 390-en éltek a faluban. Völgyesről már annyit beszéltünk, és a mellettünk lévő állomásról is. Ugye ez az, amit kiharcoltak az itteniek. Ez az, amit kiharcoltak. Sajnos mára ilyen állapotba került, amilyen zenyészetté vált, és nagyon sajnálják a völgyesiek is, meg mindannyian sajnáljuk. Ma is föl lehet szállni, most is megáll a vonat. Tehát a megálló működik, igen, megáll a vonat, amennyi jön, sajnos nem sok, de ami jön, az megáll, és használják az utasok, igen. Völgyesen is található tájház, ahol már várnak minket, ide látogatunk most. Jó napot kívánok! Nem fáznak? Nem, üdvözlöm, Zsuzsanna vagyok. Dobó Márta. Csókolom. Milyen szép kis felújított tájházuk van. Hát igen, ezt a teraszt most építették. Éppen, hogy készen lett az utolsó simítások, ma volt a nagy takarítása neki. Az ifjúságunk a Divac alapítványon keresztül nyerte. Tehát ez pályázat. Igen, pályázati pénz volt, ugyanakkor nagyon szépen hozzájárult Oromhelyi közössége. Mindenkinek köszönet és hála a helybeli embereknek, akik rengeteget dolgoztak, falunk polgárai azon, hogy ez létrejöjjön. Erre a felújításra szükség volt, vagy az inkább egy ilyen bővítés? Ez inkább bővítés. És milyen munkálatok folytak még itt? Hát itt pillanatnyilag ebben az évben más munkálat különösebb nem volt. A tavalyi évben volt szintén Divac alapítványból a kerítés, egy évvel ezelőtt pedig ennek a művelődési háznak a villanyhálózatát építették ki. Terveink között szerepelnek még, mert itt van egy régi borospince, hogy azt a pincét rendbe hozzuk. Ugyanakkor van egy kemence, amiben majd lehet sütni, lehetett is, de az is rossz állapotban van, azt felújítsuk. Kell egy kis felújítás. Igen, kell egy kis felújítás, és vannak még tárgyaink, amik nincsenek leltárba véve, amit régen a paraszt emberek használtak, a kaszától kezdve, kalapácson keresztül minden. Ezek még úgy sútban vannak, és nekik egy épület, de az még majd a jövő zenéje lesz. Viszont érzek egy nagyon finom illatot. Ezek szerint itt így ilyen kis konyha is működik? Hát konyha nem működik, de van a falunknak egy szakácsa, aki el szokott menni bográcsfőzőkre, és hát nem egy serleget elhozott már. Ő főz most. Megnézzük. Ugyanis a Művelődési Egyesület énekkora majd próbát tart. Akkor mind a kettőt meg lehet nézni? Igen, igen. Akkor én az illat után megyek. Tessék. Na. Csókolom, üdvözlöm! Kívánunk, jó napot! Jó napot kívánok! Mi finom föl? Hát, babot kolbásza. Legegyszerűbb, legjobb. Én szerintem a magyar embernek való. Magyar ember hasához. Úgy hallottam, hogy ön nagyon szeret főzni, és hogy díjnyertes szakács. Hát, én jó párat már nyertem. Az igazság. Nem tudom még mondani mennyit, de hát úgy mondom, egy tízet. De akkor nem csak így hobbi szinten szeret főzni, hanem versenyekre is szeretni. Ja, igen, oda a legjobban. Oda a legjobban. Igen, azt szeretném a legjobban. És mit szeret a legjobban főzni? Mindegy, csak úgy mondom, főzni lehessen. És sok személyre. Hát, ha lehet, hanem akkor itt a szomszéd falom, a Tóth falom, ott a majdnem úgy áll minden két hónapban, másfél hónapban oda járok állandóan, és ottan szoktam legtöbbet főzni.
Csak nem ilyen kicsi, bánám 50 literért bográsba. Ez kicsi, ez se kicsi. Hát ez... No, 35 kiló 40 belemégy, de abba 50 kilót szoktam főzni. Na látom, még egy kicsi kész, úgyhogy jó étvágyat kívánok majd hozzá. Én is. Remélem, hogy maguk is megkóstolják. Úgy legyen. Mi az, ami még a tájházban megnézhető? Ugye láttuk már a felújítást, és hát finomság is készül. Hát megnézhető itt egy tájkonyha. Tájkonyha? Igen, tájkonyha. Régi embereknek, hogy mi volt a konyhában, mit használtak, kinek melyik volt a kis tálja. Meg volt külön-külön. Meg volt külön melyik, a Marisi melyik, a Julisé. És egyébként itt van egy berakott tűzhely, amin valamikor fűztek, egy kemence, amivel sütöttek, de a kemence, amit felújítani szeretnénk, az itt nekünk itt van kint, igen, és majd mellette van a borospince, és ezt szeretnénk újítani. Tehát itt három helyiség, hát ez még időbe fog telleni. Szeretném, ha körbevezetne bent is. A tállal, a tányérokkal. Reggeli mosakodó. Igen, igen. A nagyapám valamikor az 1800-as években született, 1947-ben meghalt, és még előtte készítette ezt a szappantartót. Szappantartót. Tehát még az jó Isten a régi. Igen. Egyik a legrégebbi, ahogy valamikor az édesanyám elmondta. És annak idején így nézett ki egy régi konyha. Igen. Tanyán. Igen, tanyán. Így nézett ki. Tehát mindenhova tették a sengel dolgokat. Ezeket nagy ünnepre kimosták, kikeményítették, hogy nagy ünnepre szép legyen. Akkor arra kipakoltak a konyhából, a nagy ünnepre bemeszelték. Mészszel. És erre mondta, hogy a berakott spor. Hát? Igen, úgy nevezték valamikor, hogy berakott spor. Ez be van rakva, és ezen főznek. És ha jól tudom, nem csak tájkonyhájuk van, hanem tájszobájuk is? Igen, hogy maradandót alkossunk a jövő generációnak. Körbevezetjük akkor még arra is? Igen, igen, igen. Köszönöm. Bőséges gyűjteményük van, ha jól látom, nagyon szépen berendezték a tájszobát. Hát igen, ezek a dolgok régóta megvannak, amióta Magdus néni ezeket összegyűjtötte, és próbáltuk őket rendszerezni, berakni. Vannak itt például ez, valamikor egy nászajándék volt, a menyasszony kapta a násznagyától. Ez jellemző volt egyébként? Igen, jellemző volt a vidéken, volt olyan, amelyiknek van ajtója és nyitható volt, és esküvő után a menyasszonynak a mirtuszkoszorúja és a fátyolja ebbe belekerült. Viszítette pluszba még. Igen. A viseletek azok itt használatosak voltak? Tehát ezek olyan viseletek, amiket itt... Olyan viseletek, tehát nekünk sem hosszú viseletünk, sem valami nagyon különös nem volt. Paraszti viselet volt itt. Úgyhogy amikor a Művelődési Egyesületnek a kúrusának a ruhái készültek, akkor is nem volt egy olyan, hogy valami pazar dolgok, egyszerű népi viselet. Mint ami jellemezte, ugye? Igen, ez volt az egyik első blúzunk, mivel hogy az aranykalász nevet kapta a Művelődési Egyesület, ez azért volt, hogy azt mondták, hogy itt nyáron ring a kalász és aranylik, és ebből készül a kenyér. Utána lett ez a ruhája a Művelődési Egyesületnek, egy ilyen, és most a legújabbak ez, akkor volt egy hosszú jó változat, az egy fekete szoknyával. És látunk itt egy emléklapot. A Művelődési Egyesületünk kórusa, úgy gondolom, hogy 92-ben elnyerte a vajdasági citerások díját, a Vas Lajos díját. A leghitelesebb éneklésért. Tehát azt mondták, hogy úgy hangzott az énekünk, mint amikor a mezőről jöttek be, és énekeltek, és a sarokig jöttek együtt, ott elváltak,
egyik ment arra, az a többi énekelt. És még dudoláztad tovább a nótát. Igen, a nótákat. És közben hallom, hogy már elkezdődött kint a kórus próba. Hát igen, most próbál a kórusunk. Egyébként minden évben részt veszünk a környező településeken, a népzenei találkozókon. Magyar Kanizsán az új kenyér ünnepen. Nekünk két nagy ünnepségünk van a faluba, az egyik július második vasárnapján a Völgyesi Arató ünnepség, az idén volt a 26. és a másik pedig a bográcsfőző versenyünk, akinek megálmodója Burger József volt. Ő nagyon szorgalmazta, igen, hogy kell a faluba egy bográcsfőző, kell is. Hát. A kórus egyébként milyen összetételben van? Fiatalok, idősebbek, vegyesen? Vegyesen vannak, hát most aki tudott, csak ők vannak itt, mert ugye diákok is vannak köztük. Középiskolás, elemista, az asszonyaink szintén. De ez nagyon szép, hogy még az iskolások is csatlakoznak és ápolják a hagyományokat. Igen, igen, igen. Hallgassuk ápolják meg őket közelebbről is. Völgyes után visszatértünk Oromra, ahol most a Malom épületén belül tartózkodunk, és Kristóffal beszélgetünk a Malom Fesztiválról. Mióta létezik ez a fesztivál? Ez a Malom Fesztivál, tehát ebben a formában, ahogy most látjuk az elmúlt években, tehát 3 éve létezik, 2014 óta. Előtte is működött valamilyen szinten, tehát volt egy kültéri, főleg elektronikus zenét magába ölelő kis gyülekezet, de aztán az évek folyamán, tehát ez megszűnt, és aztán újra kezdtük ezt egy teljesen más arculattal. Kissé átalakult. Tehát az elektronikus zenét felváltott ugye a hangszeres zene. Nagyobb hangsúlyokat fektettünk már eleve, tehát az együttlét és a táborozást tettem, most már nem csak egy esti programban nyilvánul meg ugye ez az egész fesztivál, hanem egy egész napos, egy egész hétvégés, vagyis hogy most már ezt úgy megcsináltuk, mivel hogy szerveztünk munkacsoportokat, úgynevezett workshopokat, tehát munkatáborokat, ahol megépítjük a Malomnak a környékét, földíszítjük, ezen kívül még itt vannak velünk fotós táborozók, és... Tehát ezt így meg is örökítik, hogy hogyan zajlik egy ilyen előkészület, és azután gondolom, hogy ők kattintgatnak a fesztivál ideje alatt is. Itt ennek az a lényege végül is, hogy ne csak ebben az egy hétvégében sűrítsük össze ezt az együttlétet, hanem egy egész hétben, és akkor tehát ez is a következő termék. Erre jöttünk igazából rá, hogy ennek a fesztiválnak is az a szép része, tehát nem csak a nagy programok, vagy a zenei programok az esték, a bulizás, hanem ez az egész együttlét, meg az együtt alkotás. Tehát, milyen korosztály látogatja ezt a fesztivált? Nagy része ez egy fiatal korosztály, tehát az, amit megmondhatom, tehát ez a 20-tól 30 éves korig, de rengeteget dolgozunk azon, hogy gyerekek is megtalálják itt a helyüket, tehát gyerekprogramokat szervezünk, tehát van egy kirakodóvásár rész, ahol folyamatosan minden nap, tehát vannak programok, ahol a gyerekeket el tudják helyezni, és a szülők festhetnek a gyerekek, akkor cirkuszosok voltak most idén, tehát egy teljes program volt, akkor tavaly volt lovaglás, tehát hogy így a gyerekek is, tehát hogy így... Ez elég színes program, igen, nem igen. Csak a zenére összpontosul. Meg megpróbáljuk ezt úgy megcsinálni, hogy gyakorlatilag a kisgyerekektől, a babáktól, még a nagymamám is el tudja jönni és találjon itt valamit a fesztiválon. Tehát akár egy kirakodó szép helyet, vagy akár egy népzenét, vagy akár csak leülni az akácosnak a tövében, körbesétálni, leülni emberekkel beszélgetni, nemezelni, tehát bármilyen dolgot. Tehát, hogy ne csak egy generációra, hanem ez mindenkinek szól igazából, ez a Malom Fesztivál. Van-e adat arról, hogy hányan szoktatok itt lenni a Malom Fesztivál ideje alatt? Itt az első évben volt körülbelül 700 ember, a következő évre ezt nagyjából megdupláztuk, és tehát az 1500 körül volt, ez a 2015-es év az idei éven pedig körülbelül 2-2500 ember volt, úgy szépen lassan. Szépen lassan fejlődik, mert még egy kicsi is kinövi a helyet. Igen, de igazából még vannak lehetőségeink, meg tervek is továbbra, hogy hova tud ez az egész bővülni.
De mindez féleképpen, tehát nem arra törekszünk, hogy ez egy hatalmas fesztivál legyen, tehát hogy... Inkább összetartó fesztivál. Ez, hogy megmaradjon ez a kis közösségi jellege, tehát ennek az egésznek, hogy bárhol elmegy az ember, ismerősökkel találkozom, tehát hogy otthon érezze magát, tehát ne legyen az, hogy idegen tőle a fesztivál, hanem ez a fesztivál az olyan, tehát ide, hogy eljönnek az emberek, tehát ők maguk építik meg gyakorlatilag ezt a fesztivált, ők hozzák létre azok az emberek, akik itt vannak. A helyi lakosság megnevezése szerinti messzilátó torony az Oromi és Völgyesi tanyavilág, valamint az azon túli terület legmagasabb pontja, a tengerszint feletti 114 méteres Körmöci halmon épült fel. 27 méter magas téglatoronyról van szó, melyet a mai napig használnak földmérői alappontként. Én itt meg is köszönöm eddigi figyelmüket. Ennyi fért mai kincses ládánkba. Végezetül következzék egy Fehér Ferenc vers, melynek címe Orom. Nem csúcs, se szírt, se mart, csak rév, csak part, és vég. Orom part, orom rév, orom hegyes, orom, akár csak egykoron, most és mindenkoron. Elszállt verseim és ihatlan borom, alkony asztalán a mondatlan fájdalom. Tiszát vallató ifjúkorom, s már mindegy, mi van soron. Megmaradsz nekem, aranyló orom. Puszta, szállás, part, vég, csücsök. Aki itt hagyott, meghalna válladon. Veled az életem rakosgatom. Bújtató nagyúti szőlősorom. Most és mindenkoron. Orompart, oromvég, orompuszta, orom. Szülőhazámat mormolom.